Ha mindent egybeveszünk, akkor mit mondhatunk el, a királyhalmi helyi közösség milyen esztendőt zár, ami a 2019-es évet illeti? Azt hiszem, hogy soha nem lehetünk elégedettek, hiszen hogyha megelégedünk azzal, amik, amiket el tudtunk érni, akkor nincs, ami motiváljon bennünket a következő évre. Én azt mondom, hogy fele más évet értünk el, ami a királyhalmi helyi közösséget illeti, történtek beruházások, sőt mondhatni nagy beruházások is, de viszont nagyon sok dolog, ami a terveinkben szerepelt, elmaradt. A nagy beruházások közül mindenféleképpen ki kell emelni a, a kerékpárútnak az építését, amely most már itt az év vége felé az építkezés is lassan befejeződik, ezt azt kell róla tudni, hogy 5 kilométer hosszan tulajdonképpen a falu teljes területén áthaladva a határátkelőtől az úgynevezett Buki híd irányába megoldódik most már a kerékpárosok, de ezzel együtt ugye a gyalogosoknak is a biztonsági problémája, hiszen a határátkelővel... Megemelkedett az autós forgalom is, és hát ez a kerékpárút, ez úgymond biztonságot nyújt, ezen a szakaszon legalábbis. És ugye itt jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a, a, a másik, a falu másik bejárata felé is e, problémák vannak, ami a kerékpáros közlekedést illeti, hiszen e, az járművek arra is közlekednek, ugye lehet mondani, hogy talán, hogy nagy részlet túl is lépje megengedett 50 km per órás sebességhatárt, és arra is problémák vannak Ebben az évben, arra az útszakaszra sajnos nem sikerült megoldást találni, de mindenféleképpen prioritás lesz a Jövőben. Láthatjuk, hogy most is folynak a munkálatok, ami a kerékpárút építését illeti. Szerencsére még nincsenek kemény fagyok, illetve nincs kemény telünk. Mikor a várható, hogy esetleg befejeződik végleg a kerékpárút építése? Igazából az utolsó szakasz hiányzik, ugye az aszfalt réteg, hogy rákerüljön a, a kerékpárútra, illetve most még ilyen kisebb vízelvezető munkálatok folynak, tehát ahol a az aszfalt, tehát az, az autó tulajdonképpen, ahogy mellette vezet, és e, itt ugye a majd a felgyülemlő talajvíz ennek az elvezetése, illetve ezeknek a megoldása folyik. Most még következő időszakra új évig gyakorlatilag elég szép időt mond, relatív, tehát ami a decemberhez képest, úgyhogy várható, hogy az idén ez teljesen átadásra kerül ez a kerékpárút. Nos, vágjunk bele egy vidám témába. Mindig öröm egy település számára, ha minél több gyerkőt születik az adott évben. Ebben a tekintetben 2019 mennyire volt gyümölcsöző? Hát nem mondhatni, tehát most már ilyen tendenciát élünk meg a falunkban, hogyha évente 7-8 gyerek születik, akkor igazából elégedetnek kell, hogy legyünk. Hát most az idei évben is uh, ugye ez van, tehát 8 gyerek született a 19-es évben. Sajnos ami a natalitást uh, illeti, uh, ugye negatív irányba tolódik el, hiszen az elhalálozások száma az viszont a 30, uh, 30 közeli. De viszont ami relatív jó hír, hogy uh, talán megállt a külföldre való elvándorlás, tehát egyre kevesebben választják most már a külföldön való boldogulást nem tudom, hogy mikor fog ez megfordulni, ez a, ez a, tendencia. Hát sajnos nem sok reményt látok, de hát addig is küzdenünk kell annyian, a vagyunk. Ami viszont szintén jó hír, hogy ugye a mostanában ismét északbácskat érintő migránsválság, illetve az illegális bevándorlás újabb hulláma valahogy elkerülte királyholom térségét. Így van, tehát ez, ez, egy nagyon jó hír, hiszen halljuk ugye Szabadkáról, Palicsról, vagy akár ugye Magyar Kanizsáról a, a híreket, hogy ismét a néhány évvel ezelőtti állapotok uralkodnak. Ez jó hír idáig a királyhalmiaknak, hiszen valamiért még a településünket elkerülték, hiszen ugye néhány évvel ezelőtt mi is nagyon nagy bajba voltunk, de most talán a határszakasznak a, a védettsége olyan szinten van, hogy hogy én, akinek tényleg tapasztalom, tudom a helyi adottságokat, azt mondom, hogy ez nálunk a mi területünkön, ez a kerítés átjárhatatlan. Nos, beszéljünk egy kicsit a rendezvényekről. Királyhalmon évről évre sok rendezvény van a szamárversenytől kezdve a különféle kultúrműsorokig. Az idén hogyan alakultak ezek a programok? Ugye a legnagyobb rendezvényünk mindenféleképpen a szamárverseny. Én azt mondom, hogy az idei évben a pályázatoknak köszönhetően végre nagyjából úgy sikerült megrendeznünk ezt a, ezt a rendezvényt, ahogy szerettük volna. Én azt hiszem, hogy sikeres is volt, tehát pozitív visszajelzéseket kaptunk a rendezvényre. Meglátjuk ugye, hogy jövőre is ugyanezek a terveink, minden ugye a pályázatokon elért eredményektől függ, én bízok benne, hogy sikerülni fog, de egyébként tényleg nagyon sok más rendezvény is van a falunkban, most ami ugye aktuális, ugye minden héten összejövünk, meggyűjtjük a falu adventi gyertyáját, ugye négy héten keresztül, de a karácsonyi műsorok sora úgy az iskolái külön, mint a művelődés egyesületé, vagy pedig a a különböző kis nem tudom, napsugaras ősztől, tehát megszámolhatatlan számú rendezvényünk van. A, a gyerekek lassan készülnek ugye a betlehemezésre, nálunk büszkeség számomra, hogy ez a szokás, ez még meg van tartva, és hát gyakorlatilag két gyerekcsoport járja, hamarosan a, a napokban kezdik a, a falujárást, és hát mind így 50 családhoz el fognak jutni, hagyományos Betlehemmel, de ugyanezt a hagyományt ápolják például a, a locsolkodáskor is, ugye husvétkor, amikor lovaskocsival járják a falut. Úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a szokások nagyon fontosak, hiszen hiszen a gyerekek itt tanulják még már, már kiskorukban, hogy csapatban gondolkodjanak, közösségben gondolkodjanak, és úgy gondolom, hogy a, hogy a gyökereknek a, az eresztése véget nagyon fontosak ezek az összejövetelek, illetve ezek a szokások. Milyen terveket szöveget a királyholmi helyi közösség az előttünk álló 2020-as esztendőre? Ö, nagyon nagy prioritás most már az utak állapotának a, a javítása, hiszen falunkba tulajdonképpen, hogyha csak a főutat nézzük, akkor az egyik rész az igen jó állapotban van, az fel lett újítva egy néhány évvel ezelőtt, de viszont a másik szakasz az már egy nagyon rossz állapotban van, én szerintem gyakorlatilag az elkövetkező tél az meg is semmisíti teljesen ezt, a, ezt az aszfalt réteget, hiszen már teljesen össze van töredezve, kis csapadékot kap, akkor már morzsálódik, lukak keletkeznek. Mindenféleképpen, hogy ez kell hogy legyen a prioritás, illetve vannak még olyan, olyan utcák, Tulajdonképpen a faluk központjaiban, amelyek még nem kaptak aszfaltréteget, ezeket is meg kellene oldanunk. Úgyhogy mindenféleképpen az első számú prioritás az az utaknak a karbantartása, javítása, építése. Mezőutakra is természetesen, ami az úzott kővel történő beszórást illeti, ide is vannak terveink. Ami a második prioritás, az pedig a, az ivóvízhálózatnak a bővítése, hiszen jelenleg a falunak a lakosság mindegy 30%-ának van lehetősége, hogy rácsatlakozzon a vezetékes ivóvízre. Úgy gondolom, hogy nem ez nem elég, és hatalmas igények vannak rá, hogy ez, ez a hálózat bővüljön, erre is rá kell feküdnünk.